Hello mindenkinek, Lac vagyok, és üdvözlök mindenkit újra a Flying City Heroes szerverén. Ebben a részben megpróbálom megölni Esztant, és amint látjátok, ismét védelem 4-es gyémántszedbe vagyok. És kaptam egy pár igen durva fegyvert, mindjárt mutatom. Például ugye Veed-től kaptam egy Bovman társa nevű kardot, hát ez nagyon durva, Istenem, ez nagyon durva. És a V-Mojo szemét, ez szintén nagyon durva, egy íj, meg a szokásos kis felszerelésem, tüzállóság ital, mert tudom, hogy ott láva is van Esztánnál, erő ital, regeneráció ital, irány Esztánhoz. Leírás. Üdv a pokolban, de ide jó. Feladatod az, hogy megtaláld Esztán szellemét, de mi ez? És végez vele, tudod, mint mindig az utolsó ütés kard, vagy ilyen legyen, különben a küldetést elbukkod, de remek. Vigyázz, nehogy beleess a lávába. Sok sikert, köszi. Leírás. Én azt mondom, hogy most megisszük a tűzállóság italt. És akkor itt, ha minden igaz, lesznek blézek. Ki vagyok én? Hát én pont az vagyok. Vigyázni kell a zombi malackákkal, mert a végén még én itt halok meg, nem is máshol. Sebességet kaptam, nem jó. Na dárcozzunk, gyere. Ez durva, basszus. Oké, lehet, hogy nekem sose lesz ilyen íjam. Elvileg van tűzállóságom. Gyakorlatban is. Mert én ezekben az ugrálós izékben nem vagyok jó. Közben Creeper belement a lávába. Nagyon ügyes vagy, édes szívem. Veszünk egy erőitalt. Mert mondjuk ehhez a karthoz minek. Meg egy regeneráció italt a biztonság kedvéért. Majd ha nem működik, akkor aranyalmával pótoljuk a történetet. És akkor lássuk, hogy itt van-e Esztán. Mert ha nem, akkor hiába vettem be ezeket a ott van, hello. Tűzállóság ital, tedd a dolgod. Hello, Esztán, Mizu. 190. Sosem hagyom el ezt a testet. Add fel, nincs esélyed. Azt te csak hiszed, édes szívem. Most miért mondogatom ezt? Na mindegy. Ja van, hívjatok hülyének, de ez van. Na, ide azzal a könyvvel, vagy mi az? Könyv, béke könyve, de mi a franc sű? Ja, hogy még szellemharcosok is vannak, anyám. Jó van, erre nem számítottam. Elvileg most már vége. Nem itt még látok egyet. Csak ezt hagyja a viharba. Ah, megvagy. Oké, szevasz. Oké, megvan a béke könyve. És szerintem mehetünk is leadni. Ó, itt van Dogi feje. Hello, Andi, Mizu. Kicsit olyan testetlen vagy. Nem mindegy, majd megtalizunk. Na szóval, itt vagyunk Onannál. A béke könyve. Gyere, itt a béke könyve. 500 pénz. Köszönöm, bátor hős, a testvérem most már békében nyugodhat. Itt a jutalmat. Két küldetéspont, meg 500 money. Money, money, money. Hellóka. És mi a következő? A két testvér. Jaj, ez tudom mi. Ezzel Andinak is meggyűlt a baja. A következő főküldetés. A küldetést Hotspotnál tudod felvenni. Hú, de hülye neved van. Feladat. Van egy közösség messze innen, ami valaha a mi földünk volt. Majd a két testvér Garu és Haru egy üvegbe zárta, és az óceán alá temette. Ajha. Hercegünket magukkal vitték, szemét pedig forró ollommal égették ki. Hogy ne tudja, hová vitték. De ez durva. Suttyók, hát persze. Menj el Atlantis valójába, keresd meg a két testvért, öld meg őket, és vidd el a hercegnek a szemüket, hogy újra láthasson. Pok szemmel, hát oks, üdv Hotspot. Na lássuk, merre vagy. Na szóval Hotspot 8-as. Sikítsatok, ha megvan. Ó, ott van fönn, szóval arra hátra, oké. Oké, meg is van Hotspot. Kicsit magába van fordulva. Menj el Atlantisba, nem tudok beszélni, öld meg a két testvért, és vidd a szemüket a hercegnek.
Yes! Két szemet kell elvinnünk, oké. Okay. És hogy ne legyen ilyen rövid ez a rész, megmutatom, hogy körülbelül mit kaptunk mostanság. Gondolom nem sokat változott. Kaptunk fatálat, homokot, üvegpalackokat, különböző azonosított és azonosítatlan tárgyakat. Egy-kettő elég jó. Kaptunk azonosítókönyvet, ez mindig jól jön. Ezt már múltkor felolvastam, ami ma kerül fel videó, vagyis szerdán. Aranyérc, aranyércnek mindig örülünk. Véggyöngy, az nagyon jól jön néha. Tavirózsa, kerítés, csak kis keksz. Kekstől már háróton van, bocsi. Ez a videó pénteken kerül fel. Pénteken én 4 órakor, szóval, hogy mindenki hazaérhessen valamennyire. 4 órakor várlak titeket a Craft Unió, az IP a leírásban lesz. Ott várlak titeket a Craft Unió lobbyába, a minigame szerver előtt. Remélem sokan jöttök, és még egyszer szeretném elmondani, hogy nem dogit akarom másolni, én csak játszani szeretnék veletek, és kicsit életet vinni abba a minigame szerverbe, mivel hogy nem sokan vannak fönt, kivéve ha a Flying City bekrepál megint, akkor általában mindenki oda megy, vagy esetleg bunker PvP-re, de az meg kicsit bonyolult, mert elég nehéz megtalálni dolgokat. Még lesz fent 2 Shrek videó, azt szerintem még a mai napon felveszem, nem tudom. Az utolsó előtti rész, amit már ugye az legutolsó feltöltött videóban benne van az eleje annak a résznek, azt a részt felrakom, felveszem, meg akkor a fő ellenséget még felveszem, mint befejezés. Remélem tetszeni fog nektek, nekem a vége tetszik a legjobban, főleg, hogy a nagy mézes kaláccsal süttyővel kell lennünk. A videók sűrűsége most nem tudom hogyan lesz, lehet, hogy úgy lesz, hogy minden nap feltöltök, mert ugye most lesznek majd a szóbelém. Nem tudom, még kiderül, halvány segéd fogalmam nincs, mi hogyan lesz, főleg, hogy most már azt se tudom, fejem hol áll. El kéne kezdenem tanulni, az biztos. Ugye tudjátok, szokásos dolgok. Szóval ennyi lenne ez a kis videó, remélem tetszett. Ha tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót, sziasztok!